A Zeppelin utazási iroda szervezésében egy 4 napos rövid lengyelországi kiránduláson veszünk részt. Utunk Szlovákián át a baráti Lengyelországba vezet. A 4 napos utunk során átkelünk a Kárpátokon, látogatást teszünk 2 felvidéki történelmi városban. Árvavárát, igaz, csak 1,5 óra időtartamra, de bevesszük kis csapatunkkal. A Lengyelország programból nem maradhat ki a Vialicskai sóbánya, a turisták által télen-nyáron kedvelt és látogatott Zakopane üdülőhely. Szlovákia, vagy ahogy mi magyarok szeretjük nevezni, felvidék, lankás, dombos vidékén haladunk, magyar és szlovák falvakon át. Első állomásunk Beszterce bánya felé. Beszterce bánya a mai Szlovákia egyik legszebb fekvésű, gondosan ápolt városa, mely megőrizte történelmi város magját, arculatát. A történelem hajnalán kvád törzsek ércet bányáztak a várost övező hegyekben. A honfoglalást követően egy kis bányásztelepülés jött létre, amely Zólyom várához tartozott. Második honalapítónk, IV. Béla a tatárjárást követően 100 telepeseket hívott Türingiából, akik virágzó bányászvárost hoztak létre. Gyors fejlődésnek indult a település. Ennek bizonyítéka, hogy a 13. század közepén már 2 kórháza volt. A megmaradt vár legértékesebb része a Szász Mária templom. Az eredeti építmény a 13. századból származik. A templomhoz simul szorosan a Mátyás ház, mely 1479-ben épült. Mátyás király szívesen látogatott Beszterce városába. Ebben az épületben lakott a királyi pár, Mátyás és Beatrix, valamint a királyi hivatalnok, aki a termelés után járó jutalékot szedte be a kincstár számára. A városi német polgárok templomát látjuk. Az eredetileg román stílusú templom később gótikus stílusú, majd reneszánsz és barokk részekkel bővült. A templom külső falán üveg alatt őrzik azt a színes szoborcsoportot, mely egy bibliai jelenetet ábrázol. A Gecsemáni kert alkotója a feltételezések szerint Veit Stofs, akinek élete főművével Krakkóban találkozunk a Mária templomban. A várostorony vagy óratorony eredetileg tűztorony volt. Körbefutó erkélyéről szemmel tartották a rossz szándékkal érkező ellenséget is. A tornyot óra és sávos angyalos címer díszíti. A felújított főtéren sétálunk. A tér közepén magasodik a szovjet emlékmű. Jobbra látható a Benyicki ház. Az 1760-ban emelt faragott oszlopú, lodzsás, reneszánsz épület a kamaragrófoké és a bányakapitányság székhelye volt. Az egykori, sajnos mára már nem létező ezüst kapu felé sétálunk. Zárda templomnak épült eredetileg a Szent Erzsébet templom, mely a Sétáló utca végén található. Az egykori zárda helyén állt a város legrégibb kórháza is. A templom melletti épület falán egy szlovák nyelvű felirat tudatja velünk, hogy ebben a házban élt Bél Mátyás, a híres tudós, polihisztor, aki egyaránt írt és beszélt magyarul, szlovákul, németül. Rövid utazás után Árvavárához érkezünk.
Castrum Árva a 13. század közepén királyi tulajdonban lévő vár volt. Feladata az itt áthaladó kereskedelem védelme és felügyelete volt. Az évszázadok során sokan birtokolták. A ma látható vár három különböző korból származó várépület együttese. Az első erődítést a 112 méter magas mészkőszikla csúcsára építették. Az erődítés veszély esetén menhelyként is szolgált a vidék lakóinak. Később épült a felső vár a citadellával. Itt helyezték el a katonaságot. Végül felépültek a paloták és az alsó vár erődítményei. Mai formáját a Thurzók idején a 16. században nyerte a vár együttes. Türelmesen várakozunk, majd kitárul előttünk a várkapu. A Thurzók családi címerét látjuk a kapu bejárat felett. Elsőként a Thurzó palotát tekintjük meg. A lovagteremben vagyunk. Korabeli fegyvereket látunk ebben a helyiségben. A vár egyik teraszáról remek kilátás nyílik a környező hegyekre, a vár alatt elterülő egykori Jobbágy falura, valamint a Vág felé igyekvő Árva folyóra.
A citadella épületét, a vár legmagasabb pontját látjuk. Egyetlen fia, Imre halálával kihalt a Thurzó család férfi ága. A birtokot Thurzó György és Czobor Erzsébet 7 lánya örökölte. Az örökösök és férjek közbirtokságot alapítottak, mely felölelte csaknem az egész Árva megyét és a Nyugati Tátra egy részét. A 7 főúr, a 7 férj portréját látjuk ebben a teremben. A Fellegvárba ezeken a lépcsőkön jutunk fel. Sétánkat a Korvin palota megtekintésével folytatjuk. Ebben a teremben az asztalt körbeülő férfiak borivásnak szentelték idejüket. Ebben az épületrészben Zichy Ödön 1868-ban Árva megye növény- és állatvilágát bemutató múzeumot rendezett be. Az elénk táruló látvány feletteti velünk a sok lépcső okozta fáradtságot. Még egy-két lépcsőfok és a legfelsőbb szintre érkezünk. Helytörténeti kiállítást rendeztek be a vár legfelsőbb szintjén. Árvavára ódon falai autentikus középkori atmoszférát árasztanak. Nem véletlen, hogy sok a középkorban játszódó film forgatásának adott helyszínt. Az itt forgatott filmek kellékeit, képeit láthatjuk kiállítva.
Az Árva folyó mentén a szlovák népi építészetre jellemző, színes faházakkal tarkított falvakon haladunk a lengyel határ felé. Másnapi programunkat a krakkói zsidó negyedben kezdjük. Kázmér város egykor önálló közigazgatással rendelkezett, és elkülönült a polgárvárostól. Helyi idegen vezetőnk Tomasz részletesen elmeséli nekünk a helyi zsidó lakosság történetét. A régi zsinagóga épülete előtt állunk. A városrész ma újjászületőben van, reneszánszát élni. Egyre több épületet újítanak fel, egyre több turista keresi fel Kázmér várost. A régi zsidó temető külső falát látjuk. Az Izsák zsinagóga felújított épületében múzeumot rendeztek be. Piac téren minden kapható. Régi korok használati tárgyai, eszközei, képek, varrógépek várnak új gazdákra. Pénz és hozzáértő szakértelem birtokában értékes régiségekhez juthatunk. A zsinagógák és a felújításra váró épületek között ismerkedünk Kázmér város múltjával és jelenével. Régi cégtáblák, eredeti bejáratok. Egy kis időutazást teszünk a múltba, eredeti külsővel, utalva az eredeti állapotra. Belül viszont a mai elvárásoknak megfelelően presszók, bárok vannak kialakítva. Novák úr élelmiszerbolttal rendelkezett. Holler úr asztalos volt. A cégtáblák a múlt lenyomatai, tanúi. A kis emlékkő a zsidók ellen, a II. Világháború alatt elkövetett holokausztra emlékezteti az ide látogatókat. Az új, vagy ismertebb nevén Remuch zsinagóga előtt állunk. Reneszánsz stílusban épült a ma is működő zsinagóga.
Remuch, a híres talmudista tudós, itt nyugszik a zsinagóga mögött található zsidó temetőben. Sírjához a világ számos pontjáról zarándokolnak a zsidó vallás hívei. A kis színes házak egyikéből indult világhódító útjára Helena Rubinstein, aki a nagymama receptjei szerint készített kozmetikumokkal ajándékozta meg a hölgyeket. Az egész világon a hölgyek számára a Helena Rubinstein kozmetikumok ismertek és közkedveltek. Busszal majd gyalogosan ismerkedünk Krakkó nevezetességeivel. A Wawel Krakkó büszkesége. A Visztula partján, gyönyörű szép festői környezetben egy 228 méter magas mészkőszikla tetején épült a lengyel királyok székhelye. A Wawel a világ egyik legértékesebb műemlék együttese. A város szélén, a messzi távolban az egykori osztrák erődítést, a citadellát látjuk, valamint a Kosciuszko dombot. A lengyel nemzet a hős Tadeusz Kosciuszko hadvezér halálának 100. évfordulója alkalmából dombot emeltetett tiszteletére. A domb 18 méter átmérőjű, 7 méter magas. A domb tetején kereszt áll. Lengyel szokás, hogy emlékdombokat állítanak a nemzet nagyjainak. A balra látható torony a tolvajok bástyája. Nevét annak köszönheti, hogy börtönnek használták. Az osztrák időkben az egész épület együttest átadták a katonaságnak, sok kárt okozva ezzel. Az udvar közepén található maradványok egy középkori templom alapjai. A makett segítségével mutatjuk be a bennünket körbevevő épületeket. A Wawel székesegyházat, a lengyel uralkodók koronázó templomát látjuk. Az aranyozott kupolával fedett oldalkápolna egy rendkívül értékes reneszánsz műemlék. Ezt a Zsigmond kápolnát tekintik az Alpoktól északra a legszebb olasz reneszánsz stílusú műemléknek. A kápolnában lengyel királyok síremlékeit helyezték el. A koronázó templomot, valamint a királysírokat később tekintjük meg. Palota udvar bejárata fölött latin nyelvű feliratot olvashatunk. Magyar fordítása: ha Isten velünk, ki ellenünk. Ez a Bibliából vett idézet a lengyel nemzet Istenbe vetett hitéről és mély vallásosságáról tesz tanúbizonyságot.
Toszkán reneszánsz stílusban épült királyi palota oszlop sorát látjuk, eredeti frízekkel díszítve. A Wawel a 11. századtól vált a piasztok székhelyévé. Az első vár még román stílusban épült. Ezt a várat a 14. században gótikus stílusban átépítették. A 11. században olasz mesterek érkeztek Krakkóba. Francesco Fiorentino és Bartolomeo Berelli mesterek keze által a ma is álló reneszánsz palota a 15. század végéig szolgált a lengyel uralkodó családok lakhelyéül. A 16. század végén egy tűzvész jelentős károkat okozott a palotában. A leégett részeket a kor igényei szerint már barokk stílusban építették újjá. A Székesegyház harangtornyában vagyunk. A Zsigmond harangot csak nagyon fontos események alkalmával szólaltatják meg. Ilyen esemény volt a lengyel pápa megválasztása. 8-12 ember szükséges megszólaltatásához. Súlya 10.980 kg. A harangot 1520-ban Hans Behach mester öntötte a lengyel katonák megolvasztott fegyvereiből. A torony ablakából rálátunk a körte alaprajzú óvárosra. Az egykori városháza megmaradt tornya igazít minket útba. Ebben az altemplomi kápolnában tartotta felszentelése után első papi miséjét Karol Wojtyla, akit a világ második János Pál pápa néven ismert és szeretett. Az altemplomban lengyel hősök, királyok, államférfiak sírhelyei vannak elhelyezve. Itt alussza örök álmát a svéd eredetű Vaza dinasztia, Sobieski János a törökverő lengyel király, Tadeusz Kosciuszko hadvezér, Báthori István erdélyi fejedelem, mint lengyel király, Pilsudski marsal és a nemrég Smolensknél lezuhant repülőgép két áldozata, a Kaczyński házaspár. Krakkó legszebb utcáján a kanonok soron sétálunk. Ebben az utcában a Wawelhez közel lakott Jan Dlugosz történetíró. Egykoron itt állt a Mária Magdolna templom. Ma a tér viseli nevét. A tér közepén egy szobor magasodik szemünk elé. A jezsuita teológust Piotr Skargát ábrázolja a szobor, akit a térrel szemben látható Szent Péter és Pál templomában helyeztek örök nyugalomra. A román stílusú Szent András templomot látjuk jobbra, míg balra a római Il Gesù templom mintájára épült Szent Péter és Pál templomot, előtte a 12 apostol szobrával. Krakkó utcáin gyakran találkozunk gazdag pompával feldíszített fehér lovashintókkal. A Domonkos rend templomát és kolostorát látjuk. Csoportunkkal a ferencesek kolostorát és templomát keressük fel. Itt van eltemetve Szemérmes Boleszláv lengyel király, Kinga, IV. Béla leányának férjura. A kerengőben régi freskó töredékeket találunk a falon. A
az oldalkápolnában egy Betlehemet csodálhatunk meg. Régen a város polgárai egymással versenyeztek, ki készít szebb vagy nagyobb Betlehemet. Az elbontott városfalak mentén és az egykori várárok helyén Straszewski Flórián és Radvánszky Félix mérnökök javaslatára parkot alakítottak ki. A 4 kilométer hosszú Planti Park az óvárost veszi körül. A messze földön híres Jagelló Egyetem épületei közt sétálunk. A Kollégium Május udvarában állunk, amely az 1664-ben alapított egyetem első épülete volt. Ma múzeum található falai között. Ebben a múzeumban állították ki Andrzej Wajda életmű Oscar-díját, valamint a nemrég elhunyt krakkói költőnő Wisława Szymborska Nobel-díját. Városnéző sétánk során megérkezünk Krakkó és talán a világ egyik legszebb terére, a Rinekre. A városháza épületét lebontották, de tornya megmaradt. Ma vendéglőt működtetnek benne. A Rinek magyar nyelven piacteret jelent. A Rinek mindig a társasági és kereskedelmi és vallási élet központja volt. Nincs ez másképp ma sem. Mindenki ide igyekszik. A Rinek legnagyobb, egyben legimpozánsabb épülete a posztócsarnok. Az épület első szintjén galériát, képtárat rendeztek be. A szabadidőben érdemes bemenni és megtekinteni a képtárat is. A Rinek egyik sarkában két torony ágaskodik a magasba. Krakkó és talán a földkerekség egyik legszebb temploma, a Mária templom tornyait látjuk. Amint látjuk, a két torony nem egy formára sikeredett. Egymással rivalizáló két testvér építette a monda szerint. A testvérek és a tornyok történetét idegen vezetőnk meséli el önöknek a helyszínen. A templom melletti kis téren egyre többen gyülekeznek. Itt hallani legjobban a Heinal kürtszót. A legenda szerint a kürtös eme kürtszóval figyelmeztette a városlakókat a közeledő veszélyre. A hirtelen megszakadó dallam a tatárok nyila által torkon lőtt toronyőr tragikus vesztét idézi. Korunk kürtöse a turisták legnagyobb örömére az eredetihez hűen játsza a Heinalt. A Mária templom Krakkó legfontosabb egyházi építménye. Gazdag belső díszítését, az égboltot jelképező kék mennyezetet Jan Matejko, a híres lengyel festő készítette, festette. A templom főoltára Európa legnagyobb középkori szárnyas oltára. A templomból kijöve a Flóriánt kapu irányába sétálunk. A királyi útvonalon haladunk az egykori főkapu felé. Az uralkodók is ezen az útvonalon hagyták el Krakkót, vagy érkeztek haza csatából, idegenből. A Flórián kapu a város védfal 8 kapuja közül az egyetlen, amely a mai napig megmaradt. Szent Flórián nem csak a tűzoltók védőszentje, de Krakkó városát is védi 1307 óta. Kézműves céhek látták el a bástyák és városkapuk védelmét. A Flórián kaput a Szűcsök céhe védte és tartotta rendben.
A középkori védelmi rendszer volt a barbakán, Európa egyik katonai műemléke. 1498-ban épült, átmérője 24,4 méter, egykor össze volt kötve a Flórián kapuval. Újra a Rineken vagyunk. Itt áll Mickiewicz költőszobra. A 19. században élt költő a lengyel romantika legnagyobb alakja. A posztócsarnok épületét érdemes körbejárni és megcsodálni, mert csak így láthatjuk, mennyire szép az olasz padovánó építész által kialakított pártázat. Az épület alsó szintje gótikus, míg a felső szintje reneszánsz stílusban épült. Egykor a posztókereskedők, ma szuvenír árusok kínálják eladásra szánt portékájukat a csarnokban. A Rinek alatt egy interaktív új múzeumot is felkereshetünk a délutáni szabadidő alatt. A kiállítás a föld alatt Krakkó címet viseli. Bemutatják a korábbi korok Krakkóját, szokásait, feltárt épületmaradványokat. Búcsúzunk Lengyelország egykori fővárosától. A harmadik napon délelőtt ellátogatunk az UNESCO világörökség listáján is szereplő Vielicska sóbányába. Évente 1 millió érdeklődő keresi fel a páratlan látványt és élményt nyújtó sóbányát. Biztonságos, jól kiépített lépcsőkön ereszkedünk egyre mélyebbre. A 13. század óta működő sóbányában ma már nem folyik hagyományos sókitermelés. A föld alatti folyosók és a kősóból kifaragott kápolnák, szobrok egyedülálló jelenségek a világon. A bánya 9 szintes barlangrendszere 300 méter mélyre nyúlik a föld alá. A föld alatti termeket itt járt híres emberekről vagy jelentős lengyel történelmi személyekről nevezték el. A bányában van Goethéről, Kopernikuszról, Nagy Kázmérről és Ruszckiról elnevezett terem. Thank you.
A bányászat veszélyes foglalkozás. A föld alatt több berendezett kápolnát találunk. A bányászok műszakkezdéskor imádkoznak, hogy az előttük álló nap folyamán ne történjen baleset. Munka végeztével pedig hálát adnak az Úrnak, hogy hazatérhetnek szeretteikhez. A Kázmér teremben egy makett segítségével mutatják be, milyen technikai megoldást alkalmaztak a sókitermelésnél. Mivel sok gyermek is látogatja a sóbányát, nekik készült a szorgalmas manókat ábrázoló mesejelenet. A Kinga kápolnát látjuk. Méretei impozánsak. Hossza 54 méter, magassága 12 méter, szélessége 18 méter. A Kinga kápolnában miséket celebrálnak, de igény szerint esküvői szertartásokra is kibérelhető. A falakon látható domborművek az Ószövetségből vett jeleneteket ábrázolnak. A Rustki teremben vagyunk. 100 évvel korábban a föld alatti tavi csónakázásra is adódott lehetőség. Kapatos osztrák katonák halálos kimenetelű balesete után megszüntették a további csónakázást. Föld alatti sétánk utolsó állomásához, a Varsó terembe érkezünk. Óév búcsúztató, új év köszöntő szilveszteri mulatságokat, esküvőket, vagy vállalati céges összejöveteleket szoktak itt tartani. Vielicskát elhagyva Auschwitzban töltjük a nap hátra lévő részét. Mivel ez a program fakultatív, így a csoport egyik fele Krakkóban maradt. Arbeit macht frei, a munka felszabadít. Ez a világszerte ismert felirat áll a kapu bejárat fölött. Ki ne ismerné ezt a cinikus, egyben hírhet feliratot valamely második világháború borzalmáról szóló filmből. Auschwitz munkatábor központi táborának épületeit látjuk. Ebben az épületben a magyarországi zsidóság holokausztját bemutató kiállítást tekinthetjük meg. A német megszállás ideje alatt különböző nemzetiségű foglyokat deportáltak ide Európa országaiból. Évente több mint 1 millió ember látogatja az 1947-ben alapított Auschwitz-Birkenau Állami Múzeumot.
4 napos kirándulásunk utolsó napjához értünk. Podhalén, a magas Tátra előszobája, dombos lankás táján, a gurálok földjén járunk. Ez a vidék Galícia részeként 1918 előtt az osztrák-magyar monarchiához tartozott. Zakopánéba, a gurálok fővárosába érkeztünk. A híres Krupufkán, a sétáló utcán járunk. Vendéglők, kocsmák, kifőzdék, éttermek sorakoznak egymás mellett. Vasárnapi istentiszteletre jöttek ebbe a kis 19. századi fatemplomba. A fatemplom mellett található a kiválóak temetője. Itt nyugszanak azok a kiváló emberek, akikre méltán büszke a helyi gurál lakosság. Vannak köztük orvosok, tanítók, tátrakutatók, háborús hősök, meseírók, mesemondók. Zakopane 3 híressége is itt talált örök nyughelyre. Egymás mellett vannak sírjaik. Szabala, a híres mesemondó sírja, Halubinski, varsói orvos sírja, aki TBC-s betegeit ide küldte a gyógyulás reményében. A 3. sírban Vitkijevics építész alussza örök álmát. Vitkijevics építész Krakkóból érkezett Zakopanéba. A jellegzetes helyi gurál falusi építészetet tovább fejlesztve megteremtette az úgynevezett neogurál stílust. Az itt látható épületek is ebben a stílusban épültek. Aki eljut Zakopanéba, nem hagyhatja ki a sajtpiacot, ahol megkóstoltatják velük a házilag készült juhsajtot, kecskesajtot, eredeti és füstölt változatban. Nyelvi nehézségeket leküzdik a sajtárusok. Pontosan ismerik az ide illő magyar kifejezéseket, szavakat. A piacon egyéb, más jellegű árucikkeket is vehetünk. A piac végén található épületből siklóval jutunk fel a Bubalovka hegyre. Jó idő esetén csodálatos kilátás nyílik az előttünk magasodó Tátrára.
Az a felé tartunk. Rövid pihenőre megállunk Kézsmárkon, a tököliek várában. Ebben a 20. század elején épült evangélikus templomban helyezték végső nyughelyére 1906-ban Tököli Imre, a kuruc vezér földi maradványait, miután hazahozták Törökországból. Kézsmárk egykor a szepességi szászok virágzó városa volt. A fő utca takaros, rendbehozott házai, múzeum együttese erről a hajdani gazdagságból tanúskodnak. A városháza épülete egykor gótikus volt, de később barokk külsőt kapott. A sétáló utca lezárásaként egykor a város szélére épített tököli várat látjuk. A középkori Szent Erzsébet település helyén épült, eredetileg gótikus vár a 16. század végén és a 17. század elején reneszánsz külsőt kapott. Négy napos kirándulásunk végére érkeztünk. Élményekkel és ismeretekkel gazdagon térünk haza Magyarországra.